A védőnök szerepe, illetve feladata nagyon fontos, mind az alap, illetve a szakellátásban. Ezzel fogunk foglalkozni. Köszöntöm Önöket a fehérvári beszélgetésekben. Átadták itt Székesfehérváron is az év védőnője díjakat, vendégem pedig nem más most, mint Komjátiné Kass Henrietta. Én nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt van velünk. Talán kezdjük akkor a kezdetek kezdetén. Mikor választotta ezt a pályát, vagy kérdezhetem-e, hogy milyen indítatásból erre hogyan emlékszik vissza? Én először is nagyon szülésznő szerettem volna lenni, és a biológia tanárnőm beszélt rá, hogy végezzek el egy főiskolát mindenféleképpen. És fölvettek ugye természetesen a főiskolára, és ott megláttam, hogy jó pályát választottam, tehát jobban döntöttem, mint a szülésznőnek akartam volna menni, főleg, hogyha az ember főként családot szeretne, családanya, feleség szeretne lenni, nem pedig egyfolytában a kórházba lenni, mint ahogy azt a szülésznőknek kell. A gyakorlati idő alatt, mert nyilván azért sok gyakorlati idő is így volt, van. Akkor hogyan állt hozzá ehhez az egészhez, és hogyan kell elképzelni, mit kellett ott tenni, milyen volt ez a gyakorlati időszak? Hát én nagyon szerencsés helyzetben voltam, hogy a számomra a két legszuperebb védőnőhöz kerültem. Először is városi gyakorlatom voltam Marton és Szűcs Arankánál, ott közben jártunk Csókakőre is, mert azt is ellátta. Nagyon nagy odaadással, lelkesedéssel és nagy hozzáértéssel végezte a munkáját, és végzi a mai napig is, és én tőle ezt vettem át. Munkába állás folyamata az akkor ott kezdődött, tehát akkor, amikor ön már munkába állt, gondolom még a fülében csengtek az akkor hallott intőszavak vagy tapasztalatok. Így van, de munkába nem ott álltam, hanem Bodajkon kezdtem, és a másik gyakorlatom még Magyar Almáson voltam Alföldi Józsefnénél, nála szintén ugyanezt a lelkesedést, ezt az empátiát, amikor tényleg szívvel lélekkel csinálja valaki a munkát. És először nyilván velük kellett mennem, és aztán utána engedtek el, lehetett egyedül is menni családot látogatni, feladatot végezni, és utána én Bodajkon kezdtem dolgozni. Egy évig szintén egy nagyon jó kolléganővel, Szakálni Ica nénivel voltunk párban, ott két körzet van Bodajkon, és tőle is rengeteget tanultam. Tehát a bölcsességéből, a tapasztalatából nagyon sokat átadott nekem, amivel gazdagodtam, és utána átkerültem 2002-ben Móra iskolavédőnőnek, és azóta is iskolavédőnőként vagyok főállásban, de helyettesítenem többet kell, mert egyrészt kevesen vagyunk, másrészt meg hát a kollégák, amikor elmennek szülni, akkor be kell szállnunk egymás körzetébe. Mi a feladata egy iskolavédőnőnek, egy iskolai védőnőnek? Az iskolavédőnőnek az orvos mellett kell segíteni az oltásoknak, kampányoltások lebonyolításánál, illetve a szűrővizsgálatok lebonyolításánál. Ezen felül önállóan természetesen egészségnevelő órákat tartok, tisztasági vizsgálat, tehát tetvészkedést kell érteni. Ilyenekkel foglalkozom. Mi a legnehezebb ebben a szakmában? Biztos ennek is vannak nehézségei. Igen. Tehát nagyon meg kell a pedagógusokkal találni az összhangot. Nyilván együtt dolgozunk a gyerekek érdekében, és mivel azért egy időben dolgozunk, tehát én az órájukat úgymond zavarom azzal, hogyha én kikérem a gyereket akár oltásra, akár szűrésre, akár bemegyek tisztasági vizsgálatot végezni, akár egészségnevelő órát végzek, azt is nyilván az ő órájukban teszem, mert nem 4 óra után csinálom, mert a gyereket ugye addig találom meg az iskolába, és velük azért nagyon jó kapcsolatot kell kialakítani ahhoz, hogy ők is szívesen fogadjanak engem, ne teher legyen a munka, amit végzek, és nyilván nekem is jó legyen ez. De azért szépségei is vannak nyilván. Hogyne, tehát gyerekek között lenni, igen, órákat tartani, nekik velük lenni, én ezt nagyon szeretem. És hát tulajdonképpen ugye, hát mondhatjuk, hogy a várandóságtól végig kíséri egy védőnő a kismama életét egészen a születésig, meg hát még ugye utána is. Hogyan kell egy ilyet elképzelni? Nálunk a családban is jön hamarosan a keresztlányom, és nagyon érdekelne, hogy hogyan zajlik egy ilyen folyamat pontosan, tehát hogy a kismama például mikortól kell, hogy felkeresse a védőnőt, mik a fontosak ugye, ilyenkor? Amikor egy hölgy megtudja, hogy kismama, elmegy a nőgyógyászhoz, aki megállapítja a várandóságot is. Ezzel a papírral keresi fel a védőnőt. A védőnő pedig kiállítja a kiskönyvet, és időszakonként tanácsadást tart, illetve látogatni is kimegy a kismamához. És akkor kialakul már a kapcsolat, ugye szülés előtt is kimegy a védőnő, átbeszélik, hogy
mi a teendő, mikor kell indulni a kórházban, mi mindent kell tudni. Milyen szülésfelkészítő, mondhatjuk, hogy nagyjából. Igen, igazából. Hát ez is a feladatunk, így van, hogy szülésfelkészítő tanfolyam hol van, hol nincs. Amíg a Móri kórházban üzemelt a szülészet, addig igen. Nálunk is zajlottak a szülésre felkészítő tanfolyamok, azóta nem, inkább ez a személyes. Tehát amikor kijár a védőnő, szoktuk vinni egy babát magunkkal, és akkor azon sokszor ilyenkor apukák is otthon maradnak, tehát nagyon jó, és akkor megmutatjuk, hogy kell megfogni a babát, hogy fürdetünk, hogy pelenkázunk, és mindent átbeszélünk a szüléssel kapcsolatban, ami kérdés van, és ugye akkor elmegy szülni az anyuka, ott akkor általában, ugye, kapunk szülésértesítőt, legjobb esetben fölhív anyuka is, hogy megszületett a baba, jól vannak, illetve mikor jönnek haza, és akkor a haza jön az anyuka a babával, akkor is nyilván egyből megy a védőnő, és akkor onnantól kezdve 6 éves korig a védőnő gondozza, a gyerek 6 éves koráig a védőnő gondozza a családban, utána pedig, amikor iskolába lép, akkor átadja az iskola védőnőnek, és onnantól pedig mi gondozzuk. Egy újdonsült anyukának, vagy még a kismamának milyen kérdések fogalmazódnak meg a fejébe, vagy mi az, amire egyből, azonnal válaszokat akar kapni a védőnőjétől? Hát ez ugye olyan színes, amilyen színesek vagyunk. Van, aki nem is a védőnőtől akarja, hanem úgy gondolja, hogy elolvast az internetet, és mindennel tisztában van, és amikor azért szólunk, hogy ez sem egészen úgy van, meg az sem, meg azért az internettel vigyázni kell, meg okosan szűrni, akkor azért észreveszi, hogy jó tanácsokat tud a védőnő adni nyilván. De hát a kezdetekkel milyen tünetek lehetnek, hogyan lehet ugye a kezdeti rosszul léteket csillapítani, a baba fejlődésével kapcsolatban, mikor mi fejlődik ki, mire kell vigyázni, az étrenddel, a mozgással, a munkába járással, stb. Tehát ez nagyon-nagyon széles. Milyen törvényi előírások vannak nagyjából esetleg azzal kapcsolatban, tehát minden kisbabához köteles kimenni a védőnő, illetve az anyuka köteles bejelenteni. Így van, mamán, most ugye? Már törvényi szabályozás van arra, mert régebben úgy volt, hogy le lehetett mondani a védőnői gondozásról, lehetett úgy is, hogy csak a látogatásról, hogy a védőnő látogatni nem menjen ki, csak a tanácsadáson lássa el a családot, illetve hogy teljesen lemondott a szülő, hogy ő nem szeretne védőnőhöz járni, csak orvoshoz. De amivel ugye elég sok tragédia történt az országban, halálozások miatt, ezért törvényileg elhatározták, hogy az alapellátásban senkiről nem lehet lemondani. Tehát akár szimpatikus az anyukának a védőnő, akár nem, akkor is kötelessége őt fogadni a lakásában, tehát hogy bejárhasson a védőnő, hogy lássa, milyen körülmények vannak a házban, illetve kötelessége a védőnővel együttműködni és a tanácsadásokra eljárni. Ha ezt esetleg megtagadja. Hát ennek akkor büntetés, igen, tehát büntetőjogi következményei vannak, így van. Olyat lehet-e kérdezni, hogy önnek jelenleg mennyi gyermek, vagy mondhatjuk, hogy anyuka van így a repertoárban, hogy ezt is számszerűleg, ha olyan nem is. Ezer körül, tehát 3 iskolám van jelenleg, Móron. Mellette majd fogok helyettesíteni, ha a kollega elmegy szülni, valószínűleg. De iskolában 1000 gyerkőc van körülbelül, aki az én gondozásom alatt van. Azért itt ugye elhangoztak nehézségek, nehezebb körülmények, de aztán ugye a szakma szépségeiről is beszéltünk. Mivel ösztönözni azokat, akik esetleg most kezdik az egészségügyi tanulmányaikat, vagy esetleg ezen belül védőnök szeretnének lenni? Mivel ösztönözni őket, hogy igenis ami érdemes? Ami számomra is legösztönzőbb, és őszintén így gondolom, hogy aki elsősorban családot szeretne, és a családjában szeretne helytállni, amellett ez egy teljesen, tökéletesen anyának való szakma. Tehát mindent megtanul az ember a 4 év alatt, elméletben nyilván, mert kellenek a gyakorlatok, amik egy gyermekhez szükségesek. Tehát egy gyermek, hogy ne féljen hozzányúlni, stb. És emellett azért is nagyon jó, mert én reggel el tudom vinni a gyerkőceimet az iskolába, délután el tudok értük menni, tehát nem több szakban dolgozom. Ha bármi van velük, oda tudok ugrani az iskolába, hogy elesett, vigyem el ide-oda, bármi. Tehát a gyermek mellett lehet lenni, és másik oldalról pedig az, hogy tényleg ez egy nagyon szép szakma. Tehát ugye ennek nagyon, nagyon sok jó oldala, pozitív oldala van, ami fel tudja tölteni az embert, és ami tovább viszi. És lelkesedést ad, és igen. Tehát egy olyan szerencsés helyzetben vagyok én, hogy olyan ember vagyok, akinek a munkája a hivatása. Tehát, hogy így elmenni dolgozni teljesen más, mint a darabszámot le kell tudni a gyárba. Uh-huh. És ugye műsoron kívül is már beszélgettünk arról, hogy van gyermek a családban. Azért nyilván
Hát nem is biztos, hogy nyilván egyszerűbb dolga volt önnek a védőnői tudását kamatoztatva a gyermeknél helytállni, vagy a gyermeknevelésben helytállni. Igen, nyilván olyan szempontból, hogy nekem nem kellett megkérni mamát, hogy jöjjön el fürdetni, hogy mutassák meg, ilyesmi, tehát ebbe teljesen képbe voltam. Ami viszont egy kicsit nehezebb, hogy teljesen mindent megtanultunk. Tehát ha látok valamit a gyereken, akkor nyilván hozzáhozom a diagnózist, hogy biztos ez van, biztos ez van. Tehát ebből a szempontból úgy azért igen, ez egy kicsit de ilyenkor más. Kellett külön védőnő, vagy elég volt akkor az ön szakmai nem, tudása? Jártak persze jártak a kollégákhoz, ugyanott. Így van, így van. Meg azért mindig jó megkonzultálni, akinek első gyereke van, nyilván ilyenkor azt mondtam, bocsánat, a kifejezésre, hogy akasztják a hóhért. Így van. Teljes ez mértékben valóban. Ez így működött, hogy a saját gyerekemen megtanulni gyakorlatban azt, amit én másnak már tanácsoltam, meg amit megtanultam a főiskolán, most kellett nekem élesben alkalmazni. Tehát nyilván nagyon sok jó oldala van, mert teljesen máshogy álltam hozzá, mint egy laikus anyuka, de vannak igen, amikor... Hát akkor az volt az igazi vizsga. Ez az nem igazi az, vizsga. Az iskolában, pontosan. Annó vagy a gyakorlaton, hanem így ez van. Volt élesben valóban a vizsga. Hány évről beszélünk pontosan? Most már hány éve védőnök? 2001-ben 2001 kezdtem. 2001 óta, azért te most már tényleg éve. Sok év eltelt. Hogyha egy kicsit visszatekintünk erre az időszakra, mi alapján nyerhette ön is el az év védőnője díjat? Itt most ugye hát pár nappal, héttel ezelőtt, amit Székesfehérváron vehetett át. A kiváló védőnő díjat kaptam. Kiváló védőnő igen, díjat, igen, hát a főnök asszonyom nagy meglepetésre adta, igen, mert én mondtam is, hogy én még fiatalnak érzem ehhez magam, hogy nem tettem le annyit az asztalra. Hát én úgy gondolom, hogy amit megteszek, hogy lelkesedéssel teszem, hogy igyekszem, hogy nem csak azt végzem el a munkámban, amire van írva, hogy el kell végezni, hanem próbálok azon felül is tenni. Én gondolom, hogy ez, hogy igen, hogy többet teszek, mint amit kell. Talán gondolom. Akkor itt nem is az évek számítanak, nem hanem feltétlenül az évek, így van, így van. Én gondolom, tehát iskolavédőnő vagyok, annak ellenére babamasszás tanfolyamokat is tartok anyukáknak, mert azt is élvezem csinálni, és nyáron, amikor az iskolából már van időm, iskola, akkor már csak papírozunk, meg jelentéseket készítünk, akkor van idő, és akkor... Aki szeretne, és van rá idő, az jöhet hozzám, és baba masszírozunk meg. Amit tudok, teszek. Nagyon sokat helyettesítek, amikor szükség van rám. Én gondolom, hogy emiatt kaptam ezt a díjat. Azért nagyon jó érzés lehet, hogyha az embernek így elismerik a munkáját. Nagyon jó, váratlanul is ért, igen, nagyon meglepődtem, de nyilván ez egy nagy kitüntetés, tehát én igen, nagyon, nagyon örültem neki. Nem tudom, hogy szabad-e egy kicsit a napjaiba belátogatnunk, hogy a kulisszák mögé betekinthessünk. Hogyan zajlik egy nap? Hétköznap, tehát most nem a szünetről így beszélek, van. Ami nekünk szülőknek is vakáció szerintem, hanem reggel fölkelünk, összeszedem a csemetéimet, elkísérem őket az iskolába, fiam még alsós, tehát őt még igen, nagy lányom, ő már egyedül jár, és akkor elmegyek dolgozni. És 4-kor, amikor végeztem én is a munkámmal, akkor szépen hazamegyek, vagyis hát a gyerkőcére össze az iskolába, hazamegyünk, tanulunk, és körülbelül vacsora, fürdés, alvás, igen. Hetente egyszer vagyok abban az iskolában, ahol a gyerekeim is tanulnak, és ott nyilván találkozgatunk. Tehát van lány a családban. Egy lányom és egy fiam így van. Igen. Érdekli-e őt esetleg ez a pálya? Igen, hivatás. Ő még kisebb volt, ő megmondta, hogy fodrász lesz, védőnő és tanítónő, és megmondta, hogy melyik napon melyik. Most már nem védőnő akar lenni, most már más, de nagyon tetszett neki is ez, igen, szereti. Mik a tervek? Lehet-e ilyet kérdezni, mind a munkában vagy az életben? Van-e olyan, amit még nagyon szeretne elérni? Amit még nagyon szeretnék elérni, hát nem is tudom. Munkaterületén esetleg. Azért nyilván igen. Ez az elismerés, ez már maga egy olyan lépcsőfok, ami nyilván nagyon fontos, és egy olyan elismerés, ami azért azt mutatja, hogy igen, valamit tényleg letettem az asztalra, de biztosan vannak még tervek. Igen, én csecsemőgondozásba sikerült elérnem a gyerekekkel nagyon nagy eredményeket, tehát voltunk országos elsők is a Zimmermann iskolában, ahol Martoni tanárnővel, Csillával együtt készítjük fel a gyerekeket, és én ott a fiúkat is mindig bíztatom, hogy gyertek csecsemőgondozni, de hát nyilván fiúk nem igen jönnek csecsemőgondozni. És mondtam nekik, hogy nekem az volna a pályám csúcsa, ha egy színtiszta fiú csapattal nyernék meg az országos csecsemőgondozó versenyt. Igen. Azért ez érdekes. Ez még egy nagy dolog lenne valóban, igen. Vannak azért köztük férfiak?
önök között? Tehát biztosan a szakmában így az egészségügyben. Mint védőnő? Így van. Tehát hogy ezt hogyan kell elképzelni? Szerintem férfi, nem egyet tudok, hogy fogadásból egy fiú, amikor mi jártunk Szombathelyre főiskolára, egy fél évet elvégzett. És akkor ott mindenki nagyon büszke volt, hogy egy fiú jár a védőnőszakra, de én nem hiszem, hogy azért férfi elvégezni. Tehát ez teljesen egy olyan szakma, amit védőnő is, védőnőnek, mint nőnek is, az is segít, és tapasztalatot ad nyilván, ha maga is átéli, amiről beszél. És most ott olyan intim részletek is vannak, amit nem biztos, hogy egy férfivel tárgyalna meg az anyuka, hanem inkább egy nővel, nőtársal. Hát ezek tényleg nagyon érdekes dolgok, és én köszönöm, hogy megosztotta velünk ezeket az érdekes információkat, és Henrietta, hát mi további sikereket kívánunk a szakmájával, meg hát mind az életében, illetve hát a gyerekeinek is nagyon sok sikert kívánunk. Én nagyon örülök, hogy eljött hozzánk, és gratulálunk még egyszer a díjhoz. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önök pedig tartsanak velünk továbbra, és én megköszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra!